Szóval Isten hozott mindenkit ismételten. Nagyon szépen köszönöm, hogy kitartottak. Még itt a megnyitót is végigülték. Szeretném üdvözölni a vendégeinket, Sebastian Kurzot, aki Ausztria volt kancellárja, Jan Figelt, aki volt európai biztos, és az EIT-nek a kormányzó tanácsának az elnöke, és Orbán Balást, aki az MCC kuratóriumának elnöke, illetve a miniszterelnökség, miniszterelnöki hivatal politikai igazgatója. A mai témánk az európai politikával, nemzetközi politikával kapcsolatos. Mi történik itt közép-európai perspektívából, hiszen rendkívül fontos képviselőnk van itt Ausztriából, Szlovákiából, Magyarországról. Úgyhogy a nemzetközi politikát, európai politikát szeretnénk majd a mi vendégeinknek a szemszögéből vizsgálni. Az idei év egy rendkívül fontos év volt az európai politikában, európai választások voltak, európai parlamenti választások, nagyon sok információt lehetett ebből kinyerni. Az első kérdésem egyébként pontosan ebbe az irányba hat. Hogyan értékelik az európai parlamenti választási eredményeket? Önök szerint tulajdonképpen mit látunk, mit történt? Nagyon sok és különböző interpretáció van, ha baloldali, liberális vagy jobboldali politikusokat kérdezünk. Önöknek mi a véleménye? Önök hogyan látják ez a választás? Mit hozott nekünk? Sebastian. Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy elhívtak, és nagy örömömre szolgál, hogy ismételten itt lehetek. Mindig nagy megtiszteltetés. Egyébként pedig visszatekintve az európai parlamenti választásokra, hogyha nézzük a cím sorokat, ugye mindegyikből azt érezhetjük ki, hogy valami óriási forradalom van kibontakozóban. Ezzel kapcsolatban én meg úgy érzem, hogy az európai választások nem egy forradalmat jeleztek, egy eltolódást. Egy eltolódást a közép-jobb jobb irányába, és mindig is szerettem precízen a számokat vizsgálni. Tehát az európai parlamentben ebben a pillanatban 720 darab parlamenti képviselő ül, a középjobb és a széles jobb 23-mal több helyet szerzett, ami hát nyilván növekmény a korábbiakhoz képest, de én azt mondanám, hogy ez nem forradalmi jelentőségű, hanem csak egy eltolódás. Akik a legtöbb helyet bukták, azok a zöldek, kb. 25%-át elveszették a szavazataiknak, ami mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egyféle reagálás az elmúlt években történtekre. Ez egyféle üzenet, amely szerint a legtöbb, egyre több szavazó van, akik nem támogatják ezt az egész woke mozgalmat, nem támogatják azt, ahogy itt az éghajlatváltozás ellen próbálnak küzdeni, és aztán abszolút nem támogatják azt a tényt, hogy egyre több embernek kell azt éreznie, hogy nem nyilvánulhat meg nyíltan, mert gyakorlatilag a cancel culture működik, tehát van egyféle ilyen nyomásgyakorlás, hogy mindenki tartsa meg a véleményét magának. Tehát a legérdekesebb vélemény ilyen szempontból az európai parlamenti választásokon ez volt. De ha azt nézzük, hogy végül is mi történt, ha azt nézzük, hogy kiknek osztották a legfontosabb helyeket, ha azt nézzük, hogy milyen koalíciók alakultak ki az európai parlamentben, akkor én azt érzem, hogy igen, jó, választás volt, minden választás hoz valamiféle változás. Ez egy eltolódás volt közép-jobb, jobb-közép, szélső-jobb felé, jobb felé, de nem volt forradalom. Figel úr, ön Brüsszelben dolgozott már hosszú-hosszú évek óta, kormányzati tényező volt, kormánytag volt, ön hogyan látja? Hát jó napot kívánok! Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a Matthias Corvinus kollégiumnak ez a fantasztikus új hagyományhoz, ugye negyedik alkalommal szervezik ezt. Amikor én fiatalokat látok, az új európai generációt, ugye 20 évet vagyunk benne az Európai Unióban, most már egy új generáció él velünk, és éli meg ezt realitásként. Tehát amikor különböző kontinensekről látok vendégeket, én azt mondom, hogy ez mindenféleképpen inspiratív, és hát azért én szerintem Mátyás
király, majd Rudi Mátyás mindenféleképpen büszke lenne, ugye nálunk is népszerű, Szlovákiában, Horvátországban is. Ilyen vezetőkre mindig is szükség volt, nem csak a múltban, hanem ma is, és a jövőben is. Ahogy én látom a választásokat, ugye a mi országainkban ez az 5. európai parlamenti választás volt, szóval én úgy látom, hogy egyféle dihotómia van a legfelsőbb európai szintek és a nemzeti szint között. És talán nehezebb időkre tekinthetünk előre, kevésbé kohézív, kevésbé konvergens szakpolitikákra számíthatunk az európai intézményektől, az Európai Uniótól, mert hogy különböző tendenciák, trendek vannak országokban, Ausztriában, Hollandiában, Franciaországban, sőt, Olaszországban, és másféle eredmények, végeredmény Brüsszelben vagy Strasbourgban talán helyesebben fogalmazva. Tehát mondhatnánk azt, hogy nem sok minden változott, vagy talán azért alsóbb szinteken másféle orientációt tapasztalunk, tehát elképzelhető, hogy nehezebb időkre számíthatunk, már most is nehezebb időket élünk. Háború dúl Európában, ez egy olyan kérdés, ami minden kérdést horizontálisan érint, és én azt gondolom, hogy ez most az elsődleges feladatunk, hogy ezt a helyzetet lekezeljük, mert az Európai Unió mindig is, és most is egy béke projekt, de nem maradhat meg a béke eredményeként, végtermékeként, hanem nekünk, mint a békefogyasztóinak meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan teremtsünk békét, és hogyan tartsuk meg a békét. A békét a jogállamiság, az igazságszolgáltatás által, tehát az európai intézményeknek igenis oda kell figyelniük arra, hogy mindenki szempontjából igazságos legyen a helyzet, és akkor lehet aztán például lehet lefordítani ezt a békés egymás mellett élésre a kontinensen. Balázs, a magyar álláspont. Köszönöm szépen, jó napot, hölgyeim és uraim! Szeretnék mindenkit köszönteni a szervező házigazda szervezet nevében. Fantasztikus, hogy ismételten együtt lehetünk itt Esztergomban. Köszönöm szépen a nagyon kedves utalásokat az MCC-re. Valóban Mátyás egy kiváló közép-európai király volt, az egyik legnagyobb magyar király, de hát közép-európai király is volt ő, és ő neki mindig is közép-európai perspektívája volt. Ő meg akarta védeni közép-európát a dél felől érkező fenyegetéstől, küzdött a nyugat ellen, meg akarta védeni a nyugatot magától. Azért ez egy nagyon magyar történet, aminek nagyon sok analógiája van a mai európai politikára. Minden esetre az európai parlamenti választásokról. Én azt gondolom, hogy a kérdés mindig is arról kellene szóljon, tehát nem az eredményekre kellene koncentrálni, hanem arra, hogy mi volt az európai szavazóknak a gondolatainak a homlokterében. Miért viselkedtek úgy, ahogy viselkedtek? Miért szavaztak úgy, ahogy szavaztak? És gyakorlatilag, ha a trendeket nézzük a választások előtt, a tétet nézzük a választások kapcsán, akkor arról beszélhetünk, hogy Európában hiányzott a nemzeti vezetés, sajnálatos módon a német kancellár már nem olyan erős, mint amilyen régebben voltak, az elődei belpolitikai problémáik vannak, a francia elnök sem olyan erős, mint ahogy az elődei voltak, az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, tehát ez a hatalmi egyensúly belsőleg is megváltozott, eltolódás volt, a háborúnak mindenféleképpen volt egy geopolitikai hatása a belső erő egyensúlyra, bizonyos országok talán egy kicsit szókimondóbbá váltak. Eközben a bizottság gyakorlatilag saját magát elkötelezte magát, minthogyha ő lenne az európai problémák megoldója. Ursula von der Leyen és a csapata nyíltan kijelentették azt, hogy nekik geopolitikus bizottság lesz,
Tehát nem az Európai Uniót nem bürokratikus szempontból akarják, tehát pozitív értelemben bürokratikus módon irányítani, hanem politikai testületként. Vezetői válság van, a nagy országok már nem elég hatékonyak, akkor most eljött a mi időnk. Ez volt gyakorlatilag az induló álláspontja a bizottságnak 5 évvel ezelőtt. Nyilván Jean-Claude Junckerrel, a korábbi bizottsággal, aki azért a politikai bizottság, a politikus bizottság, Európai Bizottság terminus technicus használta, 5 évvel később mik történtek? Jelentős civilizációs kihívások, háború, migráció, a válaszok a változó világrendre, kereskedelem politikára, versenyképességre, zöld átmenet és a többi. És gyakorlatilag minden egyes fontos aspektusból nézve a bizottság és a brüsszeli bürokratikus elit átvette az irányítást, és sokszor saját maga kezdett el dönteni, akár egyes tagországok akarata ellenébe, akár az európai közvélemény akarata ellenébe. Egyszerűen azért, mert deklarálták, ez a jövő, ez az új irány, ha követitek, a jó oldalon álltok, a történelem jó oldalán, ha meg nem értetek egyet, akkor a történelem rossz oldalán. Én pedig én azt gondolom, hogy az egész európai választás arról szólt, hogy az európai választók, akik különböző országokban élnek, és nyilván látják ugyanezeket a hasonló trendeket, de más-más perspektívából, hát hiszen ha spanyol vagy, svéd vagy, magyar vagy, akkor a világ, ahogy te azt látod, az másképp mutatkozik, de az, hogy Brüsszelt hogy látod, annak azt jobban le lehet egyébként szűkíteni a perspektívát. Ha megnézzük a választási eredményt, az elsöprő többsége az európaiaknak ez ellen szavazott, az elmúlt 5 év ellen, az ellen, ahogy a vezetést vitték, azt a szerepet, amit az Európai Bizottság betöltött. Elégedettek voltak, elégedetlenek voltak a válaszokkal, amelyeket az Európai Unió adott egyébként a legnagyobb civilizációs fenyegetésekkel kapcsolatban. És jó, rendben van. Különböző belső politikai struktúrák más és más outputokat generáltak. Hát említsük meg Németországot, mint példa. Én nem tudom, de hogyha megkérdezünk egyetlen valamilyen CDU szavazót, hogy ő a CDU-ra szavazott, és a jelenlegi kormány ellenébe, azért, mert elégedett azzal, ami az elmúlt 5 évben történt, vagy pont az ellenkezője igaz, elégedetlen azzal, amit a korábbi német és európai politika művelt, és ez egy protest szavazat volt, és pontosan azért szavazott a CDU-ra, amelyik így a legkényelmesebb alternatíva ilyen szempontból a német politikában, akkor szerintem egy grassroots szavazó azt választaná, hogy a második. Én ellene voltam a jelenlegi struktúráknak, nem értettem vele egyet, tehát az enyém egy protest szavazat volt. Mi történt a választások után? Én azt gondolom, hogy a számok ezt is alátámasztják. Ha így számolgatunk és összerakjuk az összes mainstream ellenes politikai erőt, középjobbtól, akiket támogatnak azok a szavazók, akik elégedetlenek voltak az eddigiekkel, és aztán azok a csoportok, amelyek már jobbra vannak a középjobbtól, és azokat a csoportokat, amelyek balra vannak, de szintén elégedetlenek a korábbi 5 évvel, teljesen egyértelmű, hogy a többsége az európai szavazóknak, akik elmentek szavazni, azok változást akarnak, más vezetést akarnak. Mi történt? Ezután az EPP gyakorlatilag meg akarta kerülni a szavazók akaratát, koalíciót nagyon tipikus, bürokratikus, negatív módon politikai megállapodást kötöttek, hogy úgy kell folytatnunk, ahogy eddig. Legalábbis ezt próbálják kihozni a helyzetből. Szerintem nem fog menni, szerintem lehetetlen, mert a rájuk nehezedő nyomás óriási lesz, hogy változtassanak az irányon, hogy másképp cselekedjenek háború kapcsán,
a migráció kapcsán jön a háború kapcsán a béke, a migráció kapcsán jön az árthatárok, a zöld politika kapcsán az irracionális ideológiai kérdéseknek az ideje elmúlt. Nincs napirenden. Realisztikus megközelítés kell, ami megőrzi az európai versenyképességet. Szóval én azt gondolom, hogy ez a hullám, ami így első pillantása nem annyira egyértelmű, de az embereknek ez az akarata szerintem hatással lesz az európai vezetés is, vezetői struktúrákra, oligopolisztikus brüsszeli elit akarja, vagy nem. Én azt gondolom, hogy még a választási kampány alatt is azt tapasztalhattuk, hogy az EPP olyan üzeneteket küldött a szavazóknak, például a migrációval kapcsolatban, ami erős jobb oldali üzenetek. Nekünk magyaroknak egyébként minket a választásokat követően a koalícióépítés idejében az új Európai Parlament összetétel rendszerét látva megfogalmazódott az, hogy van egyféle cordon sanitaire, ugye az új csoport a patriótákkal kapcsolatban. Aztán egy-két nappal később megszületett a döntés, és igenis van egy cordon sanitaire, tehát még akkor is, hogyha a harmadik legnagyobb képviselőcsoport az Európai Parlamentben, a vezető ennek a csoportnak, a tagjainak járó vezetői pozíciókat egyszer nem kapták meg. Mi a véleményük erről? Egyébként nyilván ez az európai jobboldal kérdése, ugye a hatalmuk és a hatalmuknak az azzal való az, ahogy élnek vele. Én azt mondom, hogy a reprezentativitás deficitje, ugye az azt jelenti, hogy egy testületben, ami egyébként per se az embereket, a szavazókat képviseli, az egy demokrácia deficit. És akkor az az Európai Parlament hibája, hogyha így folytatja. Ez volt a felütés, ezzel a döntéssel kezdtek. Mivel az európai integráció most is és mindig is az azonosságokra, az összetartásra, a közös értékekre, a közös felelősségre alapult, ez a féle belső vita, vagy ez a belső feszültség, ami definíciószerűen a demokratikus képviselettel szembe megy, az hátrányos. És hogyha valami hátrányos, akkor annak negatív eredménye lesz végkifejlete. Az, hogy 5 év múlva, vagy majd később, vagy hamarabb, majd meglátjuk. Indulásnak ez sajnos, ezt nem hívhatom jónak. Mert ugye mondom, létezik ez a dihotómia. Nagyon sok országban tapasztaljuk a nemzeti szint, meg az európai kontinuitás. Business as usual, megyünk tovább, ahogy eddig e között. És hát ez a képviseletnek a deficitje, ami pedig a demokratikus szabályok betartásának, az egyes számú intézmény karakterének a deficitje, tehát az egyes számú közvetlenül megválasztott parlament, az Európai Parlament. Én azt hiszem, hogy igazad van akkor, amikor az európai csúcsvezetői pozíciókat nézed. De ha az Európai Parlamentet nézed, akkor a középjobb és a szélsőjobb megerősödött. Ha nézed a tanácsot, viszont egy rendkívül fontos szervezet még az Európai Uniós döntéshozatalban, akkor ott is egyre több vezető van, aki középjobbot, jobbot képvisel, és hát a harmadik dolog pedig, ha megnézed a politikai pozíciókat az én perspektívámból, köszönöm álláspontot, például a migrációval kapcsolatban nagyon-nagyon megváltozott. Ha megnézzük 2015-höz képest, az akkori migrációs válság, ahogy kezdődött, ugye azt mondtuk, hogy most már azt mondják, hogy ellenőriznünk kell a határainkat, mi nekünk kell eldönteni, hogy ki jön be hozzánk, és nem az embercsempészek. Hát ezt mondani 2015-ben szélsőjobbos voltál, fasiszta voltál, szörnyűséges üzenet, extrémista, szélsőséges álláspont volt. Manapság meg teljes mértékben mainstream lesz. Most már közép és még közép
középtől balra lévő politikusok is merik mondani. Tehát a politikai állásfoglalások szintjén, könyvképp migrációban óriási, óriási eltolódás volt az elmúlt években. Azt gondolom azonban, hogy az egy dolog, hogy jó-e az álláspontod, az, hogy élsz-e vele, és azt megvalósítod-e, az már egy külön dolog, és itt ilyen szempontból az Európai Uniónak sokkal jobban kell teljesíteni, mert különben az összes ilyen probléma, mint az illegális migráció nem fog véget érni. Ha egy kicsit ki tudná fejteni Sebastian Kurz az osztrák politikát. Azért önnek van egy olyan tapasztalata, hogy egy olyan pártot vezetett, amely az EPP-nek volt a tagja, kancellár is egy olyan koalíciós kormányban volt, amely a zöldekkel volt koalícióban, akiket azért nem lehet jobbosnak hívni, de ugyanakkor az FPÖ is ott volt a koalícióban. Mi fog történni Ausztriában, hiszen hamarosan választások jönnek? És aztán mi a vélemény erről a Cordon Sanitaire-ről? Hát senki nem tudja az eredményeit a választásoknak. Én sem tudom, és nem is akarok ebbe bele kontárkodni, de azt tudom, hogy veletek együtt vissza tudok tekinteni arra, hogy ez hogyan működött annó régen a különböző koalíciókban, amikkel együtt dolgoztam. És hát a válasz az nagyon egyszerű. A zöldekkel való koalíció szuper nehéz volt, viszont nem volt abszolút többség. A szélső jobban pedig nagyon jól működött a koalíció, mert hogy azt gondolom, hogy sokkal könnyebb volt közös álláspontra jutni néhány olyan területen, amik viszont nagyon fontosak voltak az ország számára. Tehát végsősorban össze tudtunk fogni az illegális migráció elleni harcban, egyetértettünk a nagyobb biztonság gondolatában, és együtt tudtunk gondolkodni a versenyképes, versenyről szóló üzleti környezeten szükséges reformokat például a munkajog és egyéb területén megvalósítani. Sajnálatos módon bizonyos reformok kapcsán nem jutott nekünk elég idő, de az a két év, amit együtt tudtunk dolgozni, az két olyan év volt mindenképpen, amiben nagyon sok olyan döntés született, de ami fontos volt, és az én szempontomból középjobbról nézve olyan döntések voltak, amik jók voltak az országnak. Balázs, egyetlen egy megjegyzés a Sebastian által elmondottakra a migrációról. Ha tényleg, ha most hatalmon lennél, hivatalban lennél, akkor meg lennél lepődve, hogy a jelenlegi helyzet hogyan néz ki Európában a migrációval kapcsolatban. Mert szavak szintjén, én is ezt mondtam, a szavak változtak, de még a tettek nem. Igen, most mi magyarok vagyunk azok, akik óriási jogi nyomásgyakorlásnak vagyunk kitéve, és egyáltalán nem arról van szó, hogy az Európai Unió támogatná a kezdeményezésünket, hogy megvédjük a saját határunkat, ami egyébként Schengen határ, hanem egyszerűen üldöztetésnek vagyunk kitéve, a lehető legnagyobb, valaha kiszabott legnagyobb büntetést kaptuk, amit a tagország kapott migráció miatt. És az Európai Bíróság azt tudta mondani, nyíltan azt ki tudta mondani, hogyha nem vagy elkötelezve azoknak a szabályoknak, amelyek egyébként lehetetlené teszik azt, hogy te megállítsad a migránsokat a határon, és ne engedjed be őket, anélkül, hogy gyakorlatilag lenne engedélyük arra, hogy vagy jogosultak legyenek menedékre, akkor nem csak európai jog ellen cselekszel, hanem aláásod, aknázod az úgynevezett lojalitás klauzulát. Tehát nem vagy lojális tagország. Nem. Ez le volt írva a határozatba 3 nappal a választások után. A döntés megvolt a választások előtt, de azért rájöttek, hogy nagy valószínűséggel azért ez úgy egy kicsit vitatott lesz ez a szöveg. Gondolták, várnak 1 hetet, 2 hetet, és majd a határozat részletes indoklását, nehogy félreértsetek. Én nem azt gondolom, én nem azt mondom,
hogy ez migrációs kérdést megoldottuk volna. Én nem azt gondolom, hogy itt most már minden szép és sokkal jobb. És hogyha a számokat nézed, teljes mértékben igazad van, óriási probléma. Masszív, masszív illegális bevándorlás van, különösképp a gazdag európai országokban, ahol magasak a szociális standardek. De hogyha a szavakat, a deklarációkat nézed, akkor nagyon sok változott. És remélem, hogy egyszer eljön majd a tettek ideje is. Tehát, hogy az európai jogszabályok is úgy változnak, hogy meg lesz az akarat, meg lesz a hajlandóság és a lehetőség, hogy megvédjük a határokat, hogy harcoljunk, küzdjünk az embercsempészek ellen, mert sima hétköznapi bűnözők, és hogy tudjunk harcolni, mint sok másik ország, Kanada, Ausztrália és más országok, akik tényleg ország, nemzet vagy Európai Unió szintjén döntenek arról, eldöntik, hogy kit engednek be. Mert amit most csinálunk, az talán a lehető legrosszabb a gazdaságnak, hiszen egyrészt hezitálunk, ugye a rendkívül jól képzett emberekkel kapcsolatban, akik hozzá tudnának járulni itt a GDP-hez, eközben meg nagyon-nagyon-nagyon nyitottak vagyunk azokkal kapcsolatban, akik csak jönnek, de Isten igazából azért jönnek, mert szükségük van a szociális ellátórendszereinkre, legalábbis sok-sok évig azt követően, hogy megérkeznek. A kérdés másik része pedig az úgynevezett cordon sanitaire kapcsolatban, amely önmagában is egy teljesen nevetséges kifejezés, ugye európai politikában egy demokratikus testületnél, de én azt gondolom, hogy ez az egész turbulens időszak a háború miatt van, mert az egész európai hatalmi struktúra gyakorlatilag a háború szempontjából van menedzselve. Az európai elit, a brüsszeli elit egyszerűen fenn akarja tartani ezt a stratégiát a háborúval kapcsolatban, azt akarják, hogy elkötelezett maradjon Európa Ukrajna támogatása mellett, nem csak pénzügyi szempontból, hanem katonai szempontból is, és egy olyan transnacionális hatalmi struktúrát akarnak létrehozni, amely nagyobb részt felelőssé tehető azért, hogy megmarad ez a politika. És ezért van az, hogy könnyű megérteni, hogy a választások előtt mindenki arról beszélt, hogy mennyire nehéz lesz majd az intézményi átmeneti időszak, és aztán a választások előtt, és aztán a választások után mindenki arról beszélt, hogy mennyire nehéz lesz majd koalíciót kötni, és aztán kompromisszumokra jutni, mert az európai szavazók, ugye a Vox Populi megnyilvánult. Mi történt 2-3-4 hét alatt? Az összes döntés megszületett, és az összes olyan politikus, akik az elmúlt 2 évben folyamatosan támogatták Ukrajnát katonai szempontból is, és támogatták azt, hogy folytatódjon a háború, hogy jobb tárgyaló pozíció alakuljon ki Oroszországgal szemben, ők vannak most a vezetői szerepben. Ursula von der Leyen azért ül a helyén most már, a külügyi főképviselő, szintén olyan személy, aki korábban is nagyon jól ismert volt az európai politikában a rendkívül ukrán barát érvelése miatt, még miniszterelnökként. Szóval én azt mondom, hogy az összes nagy európai képviselőcsoport az Európai Parlamentben nyilatkozatot kellett tegyen amellett, hogy ők kiállnak emellett a háborúbarát politika mellett, mindaddig, ameddig szükséges, ahogy szokták mondani, as long as it takes. És aztán mindazok, akiket meg más oldalra kerültek, azokat megpróbálták sarokba szorítani. Én szerintem ez a cordon sanitaire le fog omlani, hogyha az Európán kívüli világ elkezd megváltozni. Mondjuk például az amerikaiak mondjuk megválasztják Trump elnököt, mert legkésőbb akkor az európaiak fel fogják ismerni, hogy
ez a féle háború, barát politika fenntarthatatlan, és hogy igenis kell a változás, és a lehető leggyorsabban kell a változás. Én szerintem az lesz az utolsó napja majd annak, hogy megpróbálják elszigetelni az új fiúkat a pályán. A megosztott Európa gyenge Európa, és egyre megosztottabb Európa, miközben a háború az egyik legfontosabb próbája. Nem szoktuk meg, nem tudjuk kezelni. Emlékeznünk kell arra, hogy a háború tragédia mindenki számára, így aztán a konzekvenciái rendkívül egyértelműek. Nem hiszem, hogy van fenntartható politika a háborúval kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy az agresszor mindig látjuk, hogy az agresszor nyerésre áll, Ukrajna egyre inkább függő, és nem sok tevékenységet látunk. Nem sok cselekvést látunk a valódi béke irányába. Nyilván meg kell tudni védeni magát egy országnak, de az is lényeges, hogy képes legyen a politikát és a diplomáciát is vinni, és ez nekünk is kell, mert különben megfizetjük az árát. Ukrajna talán a legmagasabb árat fizeti meg, úgyhogy én egyetértek a Balázsra, hogy ez a háború okozza ezt a belső megosztottságot. A megosztottság pedig gyengeség. A háború fényében is gyengeség. Az eszkaláció pedig egyre inkább fenyeget. 20. században három háború kezdődött a Európában. Első világháború, második világháború, hidegháború. Most pedig megint egy európai háború folyik, van kialakulóban, és a szakpolitikáinkat igenis koncentrálnunk kell erre, mert ez a közös felelősségünk. Végül pedig azt gondolom, hogy van egy másik ügy, a megosztottság az ideológiáknak az előretörése, ugye ez a zöldülés, minden zöld, egy új vallás. A másik a gender. Emlékszünk Franciaország alkotmányos jogot teremtett az abortuszra, és megpróbálták beemelni az európai alapvető jogok chartájába. Ez már hátrányos volt az európai egységre, amely a közös értékeken alapult. Ezen egység nélkül pedig csak statisztikusok maradunk. Statiszták maradunk a globális probléma szempontjából. És én azt gondolom, hogy Európának van egyféle küldetése, hogy jó példával járjon elő, hogy visszatérjen a gyökerekhez, azokhoz az elvekhez, azokhoz az értékekhez, amelyek a bóvó összehoztak bennünket. És a harmadik megállapításom pedig, hát itt vagyunk a fantasztikus városban, Esztergomban, ugye most én is a Mária Valéria hídon jöttem át, az utolsó híd volt, amit lebombáztak, az utolsó újjáépített híd volt a Dunán, amit aztán európai, szlovák és magyar pénzből építettek újjá. Szerintem egy fantasztikus példája a történelmet képviselő infrastruktúrának, de egy híd emberek, népek között, és nem csak szimbolikusan. És hát Közép-Európának van helye Európában. Mi azért nem fejeztük be az Európa egész teljes és szabad Európa építését. Ennek sok oka van. És aztán most pedig megtapasztalhattuk azt, hogy mi történt a Balkánon, most látjuk, mi történik keleten. Szerintem Közép-Európának a sok különböző véleményével együtt, ha nézzük a Varsóból, Budapestről érkező üzeneteket, más és más, de a sokszínűség adott, azonban a közvetlen szomszédság, a sok-sok menekült, itt is, talán itt is van menekült, Ukrajnából érkezett, a háborús tapasztalataikkal, a megszállás élményével, az invázió élményével, egy olyan szomszédsággal, amiben bármi történik, azonnali hatást érzékeljük. Hát az ilyen embereknek, nekünk a megoldáson kell dolgoznunk a saját érdekünkben, de különösképp a szenvedő Ukrajna érdekében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a tendenciát
a békekeresés tendenciáját kell erősíteni, és remélem, hogy ez kerekedik felül majd az újonnan megválasztott európai parlamenti képviselők és intézmények körében is, annak ellenére, hogy eléggé szkeptikusak vagyunk, hogy az igazság, és ez az igazság fog győzedelmeskedni. Hogyan lehet a békét elérni? Most már több mint két éve háború van, és amikor Orbán miniszterelnök elment egy békemisszióra Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és az USA-ba, a tárgyalások mellett kiállva, egyrészt támogatták, másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen ellenezték, hogy ilyesmit, ezt így nem is lehet így csinálni. Mit lehet csinálni? Akkor hogyan lehet elérni a békét? Először is én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, ahol nincs egyértelmű és könnyű válasz. Az ukrajnai háború mindenféleképpen ilyen kérdés. Tehát ilyen szempontból, az én perspektívámból nincs könnyű megoldás, nincs egyszerű válasz. Az én benyomásom pedig az, hogy még mindig jobb megpróbálni diplomáciai csatornákat nyitva tartani, mint nem megpróbálni. És hát remélhetőleg eljön majd az a pont az időben, amikor lesznek közvetlen tárgyalások Ukrajna és Oroszország között, és amikor majd egy tűzszünet, és végül a háború vége jön. Őszintén szóval nem tudom, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Reménykedek, hogy eljön az a pont, pillanat az időben. Én úgy érzem, hogy az amerikai választások kapcsán elképzelhető, hogy kialakul valamiféle lendület. A választás mindig ad egyféle lendületet, másrészt pedig hát Donald Trump azt hiszem elég egyértelművé tette, hogyha ő megnyeri a választásokat, akkor ő mindent meg fog próbálni azért, hogy egy kivezető utat találjon a konfliktusból, és hogy tűzszünet legyen. Most mindenki egy olyan helyzetben van, hogy Isten igazából nem tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni, de hogy el fog jönni az a pillanat, amikor jönnek a tárgyalások, és akkor még mindig nagyon komplikált lesz a helyzet, mert nyilván Ukrajna hát nincs, nem hajlandó területet feladni, amelyet teljes mértékben megértek, és tiszteletben tartok, és támogatok, ugyanakkor meg mindannyian tudjuk, hogy az oroszok meg nagy valószínűséggel nem lesznek hajlandók olyan könnyen engedni. Tehát Isten igazából talán egyenre még bele vagyunk ragadva ebbe a helyzetbe, de mivel minden nap néhány száz katona, de minden nap meghal, el fog jönni az a pillanat, hogy elkezdjék a kivezető utat keresni, és ha nézzük, hogy pontosan mi történik, akkor nem arról van szó, hogy rendkívül sok haladás lenne, hogy Ukrajna nagyon sok területet visszafoglalna. Kezdetekben mindenki meg volt lepődve azon, hogy Oroszország nem jutott el Kijevig 24 órán belül. Tehát végsősorban egy fontos dolog volt, és jó volt, hogy Ukrajna bátran harcolt, és nem adta fel, és hogy volt támogatottság. De azért, ha most nézzük a helyzetet, akkor én azt látom, hogy nem javul a helyzet, egyféle álló padhelyzet van, minden nap emberek halnak meg, és nyugati perspektíva alapján nem nagyon van haladás, előrelépés, tehát nagyon fontos lenne már most, mert jött az ideje megtalálni a kifelé vezető utat. Hát sajnálatos módon, amit látunk, amit megtapasztalunk mostanra, az az, hogy mindenki a békéről beszél, de csak nagyon kevés politikus van, aki mer cselekedni. Ha nézzük a béke fontosságát egyrészt, ugyanakkor meg kritizáljuk azokat, akik újrakezdték a kommunikációt az érdekelt felekkel, akkor nem is egy racionális pozíció, sem innen, sem onnan. Akár támogatjuk a háború folytatódását, tehát még mindig azt gondoljuk, hogy ezt csak a hadszintéren lehet megoldani, hiába gondolunk bármit a béketárgyalásokról, vagy azt hisszük, vagy azt gondoljuk, hogy elég volt, ez itt egy
vérontás, ez sehova nem vezet, öldöklés, egy év alatt gyakorlatilag megközelítettek 150 ezer ember halt meg, miközben néhány négyzetkilométeren történt változás, tehát 150 ezer ember élete árán néhány négyzetkilométer semmiért haltak meg, ha területi szempontból nézzük. Tehát azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy el kell kezdenünk dolgozni egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, kemény békefolyamaton. Az első lépés a kommunikáció helyreállítása, a kommunikációs csatornák helyreállítása. Számunkra egyértelmű volt Kijev és moszkvai látogatást követően, hogy a két fél elkötelezett a saját céljai elérése mellett. Nem fogják, nem akarják feladni a saját céljaikat, tehát szükség van külső szereplőkre, játékosokra, béketeremtőkre, koalíciójukra van szükség. Nyilván olyan koalíció kell legyen, amiben olyan országok tartoznak, akik nagy országok. De az Európai Unió, az Magyarország nem az, de az Európai Unió, az lehetne egy ilyen cselekvő fél, ha egység lenne, felléphetne nagy országként, és jelentős hangja lehetne a béke érdekében. A legnagyobb problémánk az az, hogy az a, felismertük, rájöttünk, hogy mindenki mozgásban van, mindenki játssza saját maga saklépéseit, a kínaiak, a törökök készen állnak, a Vatikán is készen áll, az Egyesült Államokban folyamatos belső vita van arról, hogy mit kéne tenni a háborúval, még a demokraták és a republikánusok nyilván elkötelezettek, ha visszaszerzik a házat, már a törvényhozást, akkor véget vetnek a háborúnak. Európában mi történik? Mi úgy csinálunk, mintha nem történt volna semmi, a régi stratégiánk elhisszük, hogy még működik, és azt gondoljuk, hogy ha keményebben beleállunk, akkor majd sikeres lesz a stratégiánk. Ez meg annyira abszurd, ez az egész stratégiai cél, hogy nem ismerjük, nem ismerünk róluk nyilvánosan beszélni. Szóval itt most már nem csak arról van szó, hogy az oroszokat kirúgjuk, kinyomjuk ukrán területről, és hogyan fogjuk destabilizálni és elírni a rezsimváltást Oroszországba. Ez egy olyan terv, amellyel kapcsolatban Magyarország sajnos nem tud ennek részese lenni, nem tudja ezt támogatni történelmi és egyéb racionális okokból. Tehát kétféle konfliktus létezik. Az egyik konfliktus az olyan, mint a második világháború volt. Van egy győztes oldal, és van egy vesztes oldal. Ugye Berlint elfoglalták a szövetségesek, és aztán a náci rezsim fogta és összeomlott. És aztán mi történt? Ezt diktálták a béke kapcsán, a vesztes félnek meg el kellett fogadnia a béke feltételeket. És nem volt jelentős lehetősége arra, hogy azon változtasson. Mi magyarok pontosan nagyon jól tudjuk, mert a vesztes oldalon voltunk. Ez volt a béke diktátum, el kellett fogadni. De a többsége a konfliktusoknak össze, minden elemzés és statisztika szerint nem így szokott befejeződni. Országok harcolnak egymás ellen, vagy adott országon belül népcsoportok, hát gondoljunk a koreai konfliktusra, vagy másokra, vagy a vietnámira, és akkor egyszer csak valahogy abba hagyják, mert elég lett a küzdelemből. Egyszerűen valaki kimondja, hogy készen áll arra, hogy kompromisszumot kössön. Először is mindig az van, rejrehozni a kommunikációs csatornákat, beszélni egy rövid távú tűzszünetről, egy hétről, két hétről, több mint a semmi. Nagyon sok tűzszünet összeomlik. De azért mindig van lehetőség újra megteremteni, megint egy hét, két hét, három hét, és ezeket meg egyféle lehetőségként használni arra, hogy megvitassunk olyan kemény kérdéseket, amiket Sebastian említett. Mi történik majd Ukrajnával? Milyen területe, milyen lakossága, milyenkora mérete? Milyen lesz a biztonság architektúra a NATO és Oroszország viszonylatában, mert ez a konfliktus egyébként 2022, nem akkor kezdődött, 2022-ben, egyesek szerint 14-ben, mások szerint, sőt, már 2008-ban, vannak olyanok, akik szerint pedig a Szovjetunió összeomlása után, azonnal, tehát
mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez nem csak Ukrajnáról és Oroszországról kell szóljon, hanem a NATO, a Nyugat, Európa, Egyesült Államok és Oroszország, és azon biztonsági, a jövőbeni biztonsági architektúráról, ami az euróázsiai kontinensen alakul ki, ami egy biztonságos helyet teremt nekünk, és lehetővé teszi a jólétet. De kép ugyanaz fordítva is pedig egy pusztító környezetet teremthet számunkra. Biztosul? Volt biztos. Ugye úgy mutatott be, mint a, tudják, nem tudom, az EIT, az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek a vezető igazgatóságának az elnöke vagyok. José Manuel Barroso volt az, aki kitalálta annó, hogy az MIT-t hozzuk létre Európában. Fantasztikus, innovatív egyetem, ugye 160 éve. És hát elkezdtük nagyon szerényen 2008-ban egy hasonló intézményt. Budapesten van a központja, eredendően egy nagyon jó döntés volt 2008-ban, és 15 évvel később, most már tini korban van, 15 év alatt a legnagyobb globális innovációs hálózattá vált. És azért ez már valami, ez ígéretes. És miért beszélek erről? Azért, mert ezzel kapcsolatban itt az innovációra is szükségünk lesz. Schumann anno, ugye egy politikai innovációval állt elő. Soha nem létezett. Nem volt ilyen korábban, most meg 70-nél is több éve, 50-es évek óta, és működik. Nem tökéletes, sok-sok kárt is tettünk az eredeti gondolatban, de mégis működik, béke van itt az Egyesült Országok körében. El lehet rontani, de azért remélem, hogy annál felnőttebbek leszünk, mint amennyire egyelőre most látszunk, érettebbek, mert ami most Ukrajnában történik, hogy mondtam, nem fejeztük be Schumann tervét, még Adenauer is sokat írt arról, hogy a keletről érkező nemzetek kopogtatnak az ajtón, vannak, akik benn vannak, vannak, akik kint vannak. Annak az minden következményével, az elszigetelődés, a sok-sok kommunizmusban eltöltött évtized hátrányával együtt. Tehát azt gondolom, meg vagyok győződve arról, hogy a békéhez kreatív, konstruktív erőfeszítésre van szükség, ami legalább olyan innovatív, mint a jelenlegi háborúzás, mert az nagyon sok innovációt és befektetést igényel. A béke meg még többet. Ehhez meg kreativitás kell és konstruktív politikák. Nekem van egy álmom, ezt itt az amerikaiak nagyon jól ismert mondata, ugye Martin Luther King mondata, és az álmok megvalósulhatnak, ha a kreativitás, a konstruktív politikák kellenek hozzá. Szerintem mindenféleképpen össze kell fognunk keletnek, nyugatnak, ugyanúgy, ahogy összehoztuk őket, hogy véget vessünk a háborúnak, a nácizmusnak, a fasizmusnak Európában, ugyanúgy, ahogy összetudtunk fogni, és leültettük Gorbacsovot és Reagant, hogy erőszak nélkül vessenek véget a gonosz birodalmának, a kommunista rezsimeknek. És hát ismételten azt gondolom, hogy a konfrontáció kelet és nyugat között hátrányos, káros, és a dividend impera jegyébe, oszd meg és uralkodj jegyébe, valaki ezen nyer. És nem mi vagyunk a nyertesek egyenlőre. Vannak magánkezdeményezések. Balázs említette azt, hogy a Vatikán támogatásával, a Szent Szék, ugye egy 2000 éves intézmény támogatásával, ahol egy dialógus az amerikaiak, oroszok és az európaiak között folyamatban van ez év tavasza óta. És ez a dialógus
a közös érdekekről szól, ahol nyilván a béke is szerepet játszik, de gyakorlati, hétköznapi szolidaritás alapján. Ugye Schumann az acéllal és a szénnel kezdte, ez a két fontos áru, ami kellett a háborúhoz, azért, hogy megakadályozza a jövőbeni háborúkat, és sikeres volt, és sokat több lett belőle. Lett az Euratom szerződés, aztán pedig a gazdasági közösség az ismert szabadságokkal. Szerintem szükség van arra, hogy befektessünk az együttműködésbe az Egyesült Államok Oroszország között, ahhoz, hogy létrejön egy olyan közösség, ami bizonyos, specifikus, de stratégiai kérdéseken alapszik, vagy erőforrásokon alapszik. Energia, nyersanyagok, információtechnológia, talán esetleg még hozzávehetjük a szellemi tulajdonjogot. Ez segíthetne létrehozni egy olyan közösséget, ami ezen erőforrásokra alapulna, Alaszkától Kamcsatkáig, Európa érintésével és Közép-Ázsia érintésével, mert Schumann tervéhez, ugye eredetileg volt Franciaország és Németország, két ellenséges ország, akik elviekben azonban nyitott volt minden más csatlakozni vágyó ország számára. Ennek a kezdeményezésnek is nyitva kell lennie minden az északi féltekén lévő ország számára, az Egyesült Államoktól, Európán, Oroszországon, Ázsián keresztül. A novemberi választások nem csak az elnök választásról szólnak az USA-ban, hanem a törvényhozást is választják. Ezt a háborút elnézve, aminek egyre úgy néz ki, hogy nincs egyértelmű győztese, tragédia lenne várni a végkifejletig. Ez a terv, amit Schumannéhoz hasonlítana, ez nem az egyénekről szól, nem, ez nem Putyinról szól, vagy Bidenről, vagy a Trumpról szól, vagy a Zelenszkijről szól, ez az emberekről szól, a nemzetekről szól. A vezetők jönnek, mennek, mindenki halandó, Mátyás király is halandó volt, én is halandó vagyok, de a nemzetek maradnak, és nekik meg kell maradni. A 20. század lehet a mélyebb humanitásé és a több szolidaritásé, igazságosságé. Európának van ezzel kapcsolatban szerepe. Ez az örökségünk. Ismerjük a háborút, tudjuk, hogy hogy működik Európa, és ez a felelősségünk. Hogyan lehetséges, ha én a 80-as években születtem, a formatív éveim, amikor 90-es években kezdtem el követni a politikát, ugye Francis Fukuyamán nevelkedtünk a történelem végén, a globalizáció átvesz mindent, és majd ez teremt békét a világban. Aztán most meg azt hallom, hogy ha Kínával kereskedsz, akkor nem cselekszel jól, újra kell gondolnod, vagy esetleg az elválásról, leválásról beszélünk, a kockázat csökkentésről. Az összekapcsolt világban növünk föl, most meg azt halljuk különböző fővárosokból, hogy nem, stop, azt kell csinálni, amit korábban csináltunk a 60-as, 70-es években. És hogyan lássuk ezt? Mi a realitás? Kezdjem? Még Fukuyama könyve kapcsán, a történelem vége kapcsán volt egy másik könyv is, egy emblematikus könyv, amelyet Huntington professzor, a civilizációk harca volt, ami egyik sem a teljes igazságot írta meg, egyik sem tudott győzni a civilizációk összecsapása, bár szükségesség, bár, de azért a realitásokkal nem csak könyvek kapcsán kell beszélnünk, hanem a realitásról is kell beszélnünk.
civilizáltabb egymás mellett élésre van szükség. Együttműködésre, amely olyan kérdéseken alapszik, mint például az emberi méltóság, ami egy fontos előfeltétel az emberi jogok, az emberi méltóság volt az legesleges, legfontosabb üzenete a háború utáni nemzetközi közösségnek. Beemelték az emberi jogok egyetemes nyilatkozatába, a több mint 160 alkotmányban említik a világban. Mégsem érti sok ember azt, hogy mit jelent a méltóság. Nem tanítjuk a fiatalokat a méltóságról. Mindenféle jogról igen, ilyen jog, olyan jog, még több jog. A méltóság számít, mert a méltóságunkban mindenki egyenlő, viszont az identitásunkban vagyunk különbözőek. Miért említettem mindezt? Mert Kína, a kínaiak ugyanazzal a méltósággal bírnak. És ha osztozunk, kommunikálunk és együttműködünk megfelelő szabályok és elvek mentén, csak akkor tudunk egy civilizáltabb 21. századi világot építeni. Tehát a civilizációk összecsapása, az antagonizmus, a polarizáció az szükségszerűen erőszakos konfrontációhoz vezet. Elég bozott tűz van már a világban. Nézzük meg, hétről hétre sodródunk egyre közelebb egy lejtőhöz. Senki nem tudja kizárni azt, hogy jelentős háború fog kitörni Európában globális szinten jelentős háború. Tehát sem az civilizációk összecsapása, semmi más nem tud meglenni az közös biztonság nélkül, a méltóság nélkül mindenki számára, ahol az alapvető emberi jogoknak is van helye, és azokat tiszteletben kell tartani. Én ezért még nem adtam föl. Európa mindazt, amit eddig elért, ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy mindazt, amit eddig elértünk Schuman tervei mentén, ezt másoknak meg kell osztani, nem rákényszeríteni másokra, hanem Európa ezt proponálhatná, javasolhatná, tanúságtételként elmondhatná, hogy lehet így, meg lehet ezt csinálni. Nézzünk itt a téren körbe, nézzünk az országban, nézzünk körbe a régiókban. Milyen jó. Vagy egy csatatér vagyunk kelet és nyugat között, vagy pedig egy központi része vagyunk az európai mozaiknak. Az egy álom volt, most meg itt vagyunk, a valóságot éljük. Én itt úgy érzem magam, mint otthon lennék. És ez lehetséges. Köszönöm. Sebastian, Balázs. Hát bajba vagyok, mert Zoltán említette az összekapcsolhatóságot, a konnektivitást, utalva a nagy magyar stratégiára. A miniszterelnök úr néhány nappal ezelőtt tartott egy jelentős beszédet, és hát kb. Utasításba adta, hogy dolgoznunk kell ezen a stratégián, és a geopolitikai elemennek, a nagy stratégiának ez kell, az összekapcsolhatóság, tehát beszélnem kell most erről. De szeretnék egy dolgot említeni, szeretnék ezzel kapcsolatban a nemzeti konzervatív körökben mindenkit meggyőzni. Ugye Francis Fukuyamát említettük, akik neokon volt, az is, most is az, de ő egyébként egy olyan világrend, egy olyan világstruktúra mellett állt ki, amely a neoliberális ideológián alapult volna a Szovjetunió összeomlását követően. Az egész logikája ennek a történelem vége narratívának egy marxista narratíva volt, miszerint a világ gyakorlatilag megoszlik a jók és a rosszak között, és a jók osztoznak mindenben, a politikában, a gazdaságban, a struktúrában, az életmódban, és azok megbezzeg a rosszak, akik a túloldalon vannak. Nekik megvolt a lehetőségük, mondta Fukuyama, a Szovjetunió összeomlását követően megvan a lehetőségük, hogy csatlakozzanak ide a jó oldalhoz, ha feladják, ha alávetik magukat, akkor csatlakozhatnak, és akkor majd lehet majd egységes
emberiség, egyesült emberiség, ugyanazon ideológia, politikai struktúra, ugyanazon gazdasági struktúra alapján. Szerintem ez a koncepció kudarcot vallott. Másféle civilizációk vannak feljövőben, másféle életmód. Nyilván, hogy egyenlők, és legalább annyira sikeresek, mint az európai életmód. Azonban most én úgy gondolom, hogy a neoliberális politikai teológusok politikai szempontból egy új gondolattal álltak elő. Nem csak a világrend változik, hanem egy új stratégia alakult ki azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezt megjeleníteni, és hogyan kell megint megpróbálni, meggyőzni, félrevezetni a jó szándékú embereket, a jó szándékú politikusokat a nyugati világban. És ez az, amit említettünk, ez a blokkosodás logikája, amit Fukuyama írt meg, hogy tudnélik a világot, a demokráciák és az autokráciák között kell felosztani. Demokráciák a jó fiúk, jó politikai struktúra, jó gazdasági struktúra, jó életmód, az autokráciák meg teljesen egyértelműen rossz fiúk, rossz politikai struktúra, rossz gazdasági struktúra, rossz szándék, és a többi. Tehát ismételten megint lesz majd egy végső összecsapás a demokráciák, autokráciák között, és a mi feladatunk, hogy készüljünk erre a küzdelemre, összecsapásra, és az összes jó erőt, a demokratikus erőket összehozni, egy táborba terelni, blokkot létrehozni és felkészülni a végső konfrontációra. Ez az, amiről olvasni lehet napi szinten az új neoliberális politikai kommentátorok, politikusoktól, és próbálnak meggyőzni bennünket arról, hogy ez az egyetlen lehetőség, a kiút, ez az, ami elveszett a jövőbe, és ez az, ahogy megmaradhatunk, fogalmazok így. Szerintem ez egy nagyon hamis narratíva, nagyon-nagyon veszélyes, nagyon hamis narratíva, nagyon kommunista, neomarxista gondolkodási mód, a világ felosztása, és nekünk közép-európaiaknak, mi meg precízen, mivel hogy mások vagyunk, van egyféle tudásunk az egymás mellett éléssel, mert ezer éve csináljuk, tehát nekünk ezt el kell utasítani, és egy új alternatívával, egy alternatív narratívával kell előállni, történelemmagyarázattal, egyféle ajánlattal a jövőre nézve, legalább ennek a régiónak. Aztán, ha ez terjed máshova, akkor a világ többi részére is. Egy nemzetközi együttműködés, ami nem ideológia alapú, ami nem a világ jó és rosszak közötti felosztásán alapszik, hanem nyilván, ha meg is van osztva a világ, akkor azt Isten osztotta fel olyanra, és nem politikusok. Szuverének maradni, nemzeti stratégiákkal rendelkezni, osztozni ugye a méltósággal kapcsolatos álláspontban, nemzeti érdekeket védeni, és koalíciókat építeni a nemzeti érdekek mentén. Ez az a féle világrend, ami véleményem szerint egy nagyon közép-európai gondolat. Először, másodszor meg segíthet, hogy végig tudjunk menni ezeken a rendkívül turbulens időkön. Sebastian. Én néhány évvel fiatalabb vagyok, mint ti. Én is egyébként egy globalizált világban nőttem föl. Én mindig is élveztem, nekem tetszett, én szerettem. Azt éreztem, hogy a világ egyre közelebb kerül egymáshoz. Sajnálatos módon azonban egy teljesen más helyzetben élünk, egy megosztott világban élünk, ez a blokkban gondolkodás visszatért, és egyáltalán nem érezzük jól magunkat emiatt. Ez nem egy jó fejlemény, további feszültség lesz belőle, és remélem, hogy visszajutunk, visszatalálunk egy egyre közelebb kerülő globalizált világ felé. Másodszor pedig azt gondolom, hogy az egyik problémája az Európai Uniónak az, hogy mi azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ közepe, azonban senki nem látja így, és az én perspektívámból legalábbis két hetet havonta Európán kívül töltök, szerintem sokkal nagyobb tisztelettel kellene egymás iránt lennünk. Ha nem értünk egyet kultúrában, bármiben, akkor is több tisztelet kellene a világ többi része felé, és nem lenne szabad azt éreznünk, hogy na mi vagyunk azok, akik kioktathatjuk a világot.
harmadrészt pedig, ami a demokráciákat illeti, amikor külügyminiszter voltam, amikor az lettem 10 évvel ezelőtt, akkor én azt éreztem, hogy a legtöbb ember a világon felnéz a mi rendszerünkre, az Európai Unióra, az USA-ra, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ez mindenféleképpen helyes lenne, ezt tényleg levásolni. Erre úgy tekintettek, mint egy ideális megoldás. Én úgy érzem, hogy sajnálatos módon nem csak a demokrácia miatt, hanem a gazdasági siker miatt volt ez. Tehát én úgy érzem, hogyha mi, a Nyugat, az Európai Unió nem kezeljük azt, hogy gazdaságilag is sikeresek maradjunk, akkor a modellünk, a politikai rendszerünk is sokkal kevésbé lesz vonzó a világ többi része számára. Tehát én úgy gondolom, hogy mindazok, akik nem érdekel a gazdasági siker, a versenyképesség, akik nem tekintenek erre fontosként, nem csak a jólétet és a jó életstílust veszélyeztetik Európában, hanem veszélyeztetik azt is, hogy az a modell, a politikai rendszer, a demokrácia, a liberális demokrácia, arra nem fognak annyira olyasként tekinteni, amiért érdemes küzdeni, amit érdemes másolni a világ más részein. Jan Figel, Sebastian Kurz, Orbán Balázs, köszönjük szépen a szlovák, az osztrák és a magyar együttesen közép-európai bepillantásért. Talán lehetünk pozitívak, vannak gondolatok, van erős akarat arra, hogy egy erős Európa kész épüljön, és én teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy az elkövetkező évek sikerévek lesznek az országaink számára. Köszönöm szépen a figyelmüket.